Jó reggelt kívánunk a ső vendégeinknek. Jó reggelt. Gazdaság? Azt ígérjük. Kezdjük talán, igen. A gazdasággal, aztán meg majd a fővárosi tájékoztatási kampánnyal. Ugye azt mondta Varga Mihály a Hír TV-ben, hogy most vizsgálja a kormány azt, hogy felvegyenek egy 10 milliárd eurós uniós hitelt. Ugye erről az uniós hitelről van szó. Mit mond az ellenzék? Mi azt látjuk, hogy akárhogyan is most rengeteg pénzt gyűr maga alá a kormány. Valószínűleg egyébként ehhez is hozzá fognak nyúlni. Hát az év végén ugye eurókötvényt bocsátottak ki, az is 1000 milliárdos nagyságrend volt, most azért ez még nagyobb, ez 3600 milliárd forint, amiről most itt beszélünk, ugye a hitel része, van ennek még egy 6 milliárd eurós része, amelyik ugye vissza nem térítendő, tehát rengeteg pénzt gyűr maga alá a kormány, készül ennek a választásokra, készül a választási költségvetés, ezt látjuk ugye a bejelentett ígéretekből is, ugye jövőre majd elengedik a 25 év alattiaknak az esziát. Azt nem tudjuk, hogy mire fogják költeni. Tehát ugye azt látjuk, hogy ebben az évben, amire költöttek, abból nagyon kevés jutott az embereknek. Tehát talán 200 milliárd forint volt az, amit elköltöttek úgy a védekezésre, ami ugye látszik, és ugye látjuk azt, hogy ennek a sokszorosát költötték el olyan beruházásokra, amelyek ráértek volna. Ráértek volna akkor, amikor nincs válság, amikor nincsenek, nem kerülnek utcára emberek, nem kerülnek százezrek az utcára, vagy éppen a kórházba. És hát éppen ezért ugye vannak kétségeink afelől, hogy megfelelően fog-e hasznosulni ez a hitel. De felvenné? Igen. Bocsánat, felvenné az ellenzék a hitelt? Végülis a kérdés arra irányult. Ez egy jó hitel? Olcsó hitel? Ez egészen biztosan egy jó hitel. Ezzel én azt gondolom, hogy nincsen probléma. Az, hogy a jelenlegi állapotban kell-e még növelni az államadósságot, ahol most tartunk. Hát azért az államadósságnak a mértéke az most iszonyatos mértékben megnőtt. De hát több európai országnál, nálunk erősebb gazdaságokban is 100% fölötti, a 80%-unkhoz képest értéke. Itt térek oda vissza, hogy nem mindegy, hogy mire költik. Viszont igen, akármit is mérlegel a kormány, a nap végén oda fogunk eljutni, hogy mikor lesz vége ugye a válságnak. Legfőképpen, hogy mikor ér ide megfelelő mennyiségű vakcina, és akkor mikor tudják beoltani megfelelően az országot. Azt mondják, Orbán Viktor azt mondta most pont a 25 év alattiak eszélye mentességgel kapcsolatban. Tessék, például ez egy olyan, amivel az embereket segítjük, úgymond, de jövő januártól. Más csoportra, célcsoportra, úgymond, vagy korosztályra vonatkozólag is. Legkésőbb. Hát ugye a kormány mindig azt mondja, hogy ők nem segélyeznek, ezért az álláskeresési járadékot is, amit kért egyébként szinte az összes ellenzéki párt, hogy emeljék meg. Azért nem emelik meg, mert ők munkahelyeket tartanak meg, megteremtenek. Ugye Varga Mihály azt mondja, hogy a GDP 28%-át fordították az elmúlt évben arra, hogy a beruházásokat ösztönözzék és a munkahelyeket megtartsák. Hát itt szám az annyi volt, amennyit nem szégyeltek, annyiféle számot mondtak. Egyszer mondtak egy évre 10%-ot, aztán akkor kiderült, hogy ez 3 évre van, most már ez 28%. Nézzük, ha az emberek nem kapják meg a fizetésüket, vagy csak a felét kapják meg most, mint a vendéglátásban lévők, vagy éppen csökkentik a költségüket, de bevételük nincs, akkor az nem jó irányba haladó válságkezelés. A cégeknek csökkentik a költségét, de nincs bevétele, tehát úgy sincs neki miből kifizetni. Az embereknek esetlegesen csökkentik a költségeket, az adóterheit, de kevesebb a bevételük. A kormánynak abban kellene segíteni, ahogyan azt látjuk Európában, a sokkal erősebb gazdaságokban, ahogyan azt látjuk, amiket példaként kellene venni, mint például Ausztria vagy éppen Németország, oda hát, kell adni. Az azt mondja Orbán Viktor mindig, hogy Ausztria az... Hát, hogy az a laboratórium, de hát... Mindent másolunk le, vagy nem mindent... Hát azt nem másoljuk le. Bocsánat, ugye Tamás, amikor beköszöntünk a nézőknek, akkor említette azt az ellentmondást, vagy nem tudom, nem ellentmondást, hogy az önkormányzatoknak viszont megtiltotta a kormány a hitelfelvételt. Ugye itt most egy speciális hitelről van szó, erről az uniós mentőcsomagról. Az önkormányzatok nem vehetnek fel hitelt. Hát működési hitelt nem is tervezünk, és nem is terveztünk volna felvenni. Azt azért el kell mondanunk, hogy mi a tavalyi évben egy fejlesztési hitelt az északi főgyűjtő csatornára felvettünk hitelt. Egy nagyon kedvező konstrukciót, egy korábban megítélt hitelt vettünk fel. Ezt törlesztjük majd, de működésre semmiképpen én magam részéről nem vennék fel hitelt. És hogy vészelik most át ezt az időszakot egyébként? Mert ez egy dolog, hogy nem vetnek fel hitelt, de közben rengeteg forrást is elvonnak. Hát nagyon nehezen. Most tartunk a költségvetés tervezésén. Én ugye össze kell nézni, mik a kötelező feladataink, mik az önként vállalt feladataink, és mik azok, amikből engednünk kell, sajnos, hozzáteszem. Amit én mondtam, és mindig is mondok, hogy amiből nem fogok engedni, az a bérek,
Tehát nem én fogok elmenni a bölcsödébe a kisgyermeknevelőnek, meg az esztikába vért venni. Meg kell fizetnünk a szakembereinket. Mi tavaly bevezettünk egy Palota Plusz juttatást, ezt szeretnénk megőrizni mindenképpen, és hát ugye a fizetések nem csökkenhetnek törvény szerint senkinek sem. Ezt mindenképpen meg szeretnénk őrizni, és elbocsátással sem készülünk. Tehát ahonnan le kell húznunk, az mindenképpen az önként vállalt feladataink, ezek a sportegyesületek támogatása, egyházak támogatása, és a fejlesztésekből muszáj lesz lehúznunk valamit, mert egyébként nem tudjuk tartani az egyensúlyi költséget. Jó, hogy most itt ma reggel nézőnek is elmondja, de ez ügyben egyetértenek a többi önkormányzattal, kerületi önkormányzat és a fővárosival is, éppen ezért tegnap egy tájékoztató kampány indítását jelentették be a fővárosi önkormányzat és több kerület közösen. A következő bejátszásban láthatják majd, hogy a plakátokon és más egyéb módon hogyan kívánják tájékoztatni az embereket ezekről a dolgokról többek között. Befeszülne, ha holnaptól csak naponta egyszer állna meg önnél a busz. A kormányzati elvonások 2423 km autóbusz hálózat működtetését veszélyeztetik. Ilyen és ehhez hasonló plakátok jelentek meg hétfőn a Deák téren. De nem csak a belvárost árasztották el a molinók. A Móricz Zsigmond körtérnél alig ha lehetett kikerülni a molinókat, ha valaki utazásra adta a fejét. A tavaszig tartó tájékoztató kampányt a fővárosi önkormányzat indította. A cél, hogy felhívják a figyelmet az önkormányzatokat érintő kormányzati elvonásokra. Az, hogy mennyire tudjuk biztosítani a városi közszolgáltatásokat az év hátralévő részében, ez részben ettől a kampánytól is függ. A főpolgármester szerint egyelőre kérdéses, hogy a város túlélje az idei évet. A járvány, a válság és a kormányzati megszorítások ugyanis 80 milliárd forintos lyukat ütöttek a város működési költségében. Karácsony Gergely szavaira reagálva a fővárosi Fidesz frakció azt írta, hogy a főpolgármester továbbra is csak panaszkodik és rossz indulatú kampányt folytat. Mit várnak ettől a kampánytól? Önök szerint változik majd a kormány hozzáállása, a véleménye, vagy csak az embereket próbálják meg tényleg tájékoztatni, amiről végül szól ez az egész? Ha optimista lennék, akkor azt mondanám, hogy várom, hogy a kormány véleménye változzon, ugyanis nem csak baloldali vagy ellenzéki szavazók laknak egy-egy kerületben, hanem természetesen Fidesz szavazók is laknak, és őket ugyanúgy sújtja ez a megszorítás, mint ahogy a nem fideszes szavazókat. Én nem gondolom egyébként, hogy kellene különbséget tenni fideszes meg nem fideszes szavazók között, mindenki ott él abban a kerületben, ugyanolyan állampolgárai vagyunk Magyarországnak, és a múltkor talán az önök riportere kérdezte tőlem a sajtótájékoztatón, hogy a 25 ezer alatti települések vagy a fölötti települések között mi a különbség? Szerintem semmi. Tehát abból a szempontból, hogy ugyanolyan emberek élnek mind a két település típuson vagy típusban, én szerintem semmilyen különbséget nem kellene tenni. Mi azt ígértük, hogy elmondjuk mindenkinek, hogy ezek az elvonások, vagy azok az elvonások, amiket érezni fognak, sajnos legalábbis remélem, hogy nagyon keveset, de érezni fognak a lakosok, azokat mindenkinek el fogjuk mondani. Óriás plakátokon hirdetjük mi is, különböző plakát helyeket helyeztünk el a kerületben, és egyébként úgy néz ki, hogy ütött, mert kihelyeztük a plakátokat, és már elkezdték tépkedni, tehát azért valószínűleg, hogy célba ért ez a történet, hogy azért itt a kerületünkben a 3,5 milliárd forintnyi elvonás, ami másodpercenként 111 forintot jelent, azért az elég kemény elvonás. 3,5 milliárd. Egy-két dolgot említett az előbb már itt a bejátszó előtt, hogy miből fogják ezt megspórolni. 3,5 milliárdot hogy lehet megspórolni egy év alatt, úgyhogy a közszolgáltatások működjenek? Hát ezért mondtam, hogy fejlesztésre nagyon kevés fog jutni, nagyon sajnálatos módon. De akkor ugye, meg lesz ez a pénz? Tehát már osztottak, szoroztak, megnézték, mert ki lehet azt mondani, hogy a 15. kerület inkább osztunk, szorzunk, én azt mondom, most készül a költségvetés, most vannak az egyeztetések, nagyon nehezen, tehát nagyon szorít a cipő mindenkinél, és a közfeladatokat el kell látnunk, tehát abban nem szabad húznunk, nem szabad semmit sem elengedni, és igyekszünk azért a segélyezési rendszerünket is megtartani, mert az, ahogy említették a bejátszóban, vagy a beszélgetés előtt, ugye munkahelyeket tartanak meg. Hát én ezt látom, amikor alá kell írni a segélykérelmet, és az önkormányzatunk évente háromszor maximum 50 ezer forinttal tudja támogatni azokat, akik elvesztették az állásukat. Tehát ezt mindenképpen azt mondom, hogy vegyék igénybe azok, akiknek szüksége van megélhetésre, mert hát nyilván nem mindenki a piacról él, vagy a boltban vásárol, és azért nem azt látjuk, hogy itt ilyen baromi nagyon meg... Rengeteg számot mondtunk, most egy gyors fejszámlást végeztem, ha jól számolok, a 3500 millió forint, a 3,5 milliárd, az napi szinten csak talán az emberek számára. 9,6 millió forint napi szinten. Nagyjából 10 millió naponta, tehát mert ez a 111 forint per másodperc, ez is jó, de az, hogy
az egy hétköznapi ember számára is kézzelfogható. Napi 10 millió forint, ha hiányzik egy kerület költségvetésében, azért az drámai. Ezzel kapcsolatban egy általánosabb közgazdasági megvilágításba szeretném kérdezni Szakács urat is arról, hogy mit gondol arról, hogy erről a fajta diszkriminációról, hogy az az elvonás, ugye mondják, hogy mindenkitől elvontak, hogy az adókat, hogy nem szedhetik az önkormányzat, stb. De visszaadni viszont egyéni vagy egyedi tárgyalások alapján alapítja meg a kormány, hogy melyik önkormányzatnak mennyit ad. Hogy vajon miért van az, hogy az elvonások normatív alapon, tehát mindenkit elvileg egyformán sújtanak, a visszaadása a pénznek a különböző módon az önkormányzat, az pedig mindig egyedi tárgyalások alapján is, hát sajátos eredménye van, hogy látjuk. Szóval a Fideszes egyfelől kettős mérce, másfelől meglátszik, hogy tökéletesen politikát csinálnak belőle. Ahogyan a Fidesz kormány működik, aki sokat tud előszobázni, kirincselni, illetve megfelelő emberekhez ugye be tud jutni, és tud magáért lobbizni, azoknak nyilvánvalóan ugye majd jut. Fideszesek könnyebben tudnak, hogy meg is fejtsük akkor gyorsan a képletet ebben, és a politikai szándék az pedig teljesen nyilvánvaló. Az önkormányzatok közel vannak az emberekhez, az emberek haragudjanak az önkormányzatokra, legfőképpen az ellenzéki önkormányzatokra, és a ködbevésző kormányig pedig már ne jussanak el ugye ezek a dolgok. Hát most nézzük meg, és pont az előző témához kapcsolódóan fölveszik a hitelt, és majd persze fejlesztenek belőle. Szükség van-e arra, hogy szociális támogatási rendszer működjön, vagy éppen mondjuk a civil szervezeteket lehessen támogatni egy önkormányzatban, vagy arra van-e szükség, hogy egy MotoGP pályát éppen most 2021-ben elkezdjenek megépíteni. Szükség van-e arra, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalra elköltsenek 82 milliárd forintot, vagy szükség van-e arra, hogy azok az önkormányzatok, amik a védekezésnek az első vonalában vannak, megkapjanak minden lehetőséget arra, hogy segítsék az állampolgáraikat. Egy példát mondok csak. Kötelezővé tették mindenhol a maszkviselést. Hol osztják? Ugye Orbán azt mondta az első alkalommal, még a tavasszal, azért nem teszi kötelezővé, mert nem tudja biztosítani a föltételeit. Most hol osztják? Kit fognak megtalálni? Nem Orbán Viktort fogják megtalálni egyébként a Karmelita Kolostorban, hanem természetesen a polgármestert, meg az önkormányzati ügyintézőt, és majd ő rájuk fognak haragudni. A kompenzációra bocsánat, esély sincsen. Ugye az lenne a cél elsősorban a plakátkampánynak, egyrészt, hogy tájékoztasson, és ahogy mondtam, másrészt azt, hogy valahogy megértessék a kormánnyal, hogy kompenzálni kellene. De hát, hogyha az a cél, hogy kivéreztessék, illetve az ellenzéki polgármestereket hibáztassák azért, mert nem tudják jól működtetni a várost, akkor esély nincs a kompenzációra. Ráadásul a kormány mindig azt mondja, hogy hát a fővárosnak egy csomó pénze van. De nem engem büntetnek, az ott élő lakosokat büntetik, tehát ezt nem tudom felfogni, hogy oké, én is abban a kerületben élek, de nem engem büntetnek elsősorban, nem az ott élő kerületi lakosokat. És ahogy Szakács úr is mondta, tehát maszkot az önkormányzat osztott. Az egészségügyi ellátórendszerben a tesztelés az önkormányzat pénzéből működik. Akiket lakosokat szűrünk. Tehát azért azt mindenképpen kompenzálni kéne valamilyen szinten. Szintén a kolléganőjük kérdezte, hogy ugye egyesével elbeszélgett a polgármesterekkel, állítólag a miniszterelnök úr. Engem még nem hívott, nincs benne a naptáromba, tehát nem gondolnám, hogy elsők között leszek, de hogy tegnap hallottam este valamelyik műsorukba itt valakinek a naptárjáról volt, szóval talán Szombathely polgármesterének a naptárjáról, hogy mikor beszél vele. Engem még nem hívott arra, hogy mikor szeretné kompenzálni a kerületet a kieső bevételek miatt. Nem lehet, hogy önnek kellene hívni, mint polgármesternek? Nem. Tehát ha ő ígéri meg, hogy egyesével elbeszélget a település vezetőkkel, akkor nem gondolom, hogy nekem kellene őt egyébként hívni. Hát akkor lehet, hogy arra gondolom, nem fog elvinni a dolgot, hogy van a 15. kerületnek pénze, mert akkor nem jelentkezik, hogy kéri a kompenzációt. Hát nem gondolnám, hogy egyedül lennék ezzel, és azért főpolgármester úr is elmondta, meg nagyon jól hirdetik, hogy itt a fővárosnak van pénze, nincsen pénze a fővárosi önkormányzatnak sem, és nekünk sincsenek olyan tartalékaink, amik a járványra kellenek, vagy amit nem lehet. Érzékelnek különbséget fővárosi kerületi szinten, kerületek igen. Között is, hogy van differenciálás, mint ahogy a nagyobb vidéki városokkal kapcsolatban. Igen, itt is elhangzott már ebben ezekben a műsorokban is, hogy ugye a második, harmadik és a 15. kerülettől a Lelki Egészség Központ az Egészséges Budapestért programból elvettek nem kevés pénzt. És ugyanezt az összeget látjuk egyébként a 12. vagy éppen a 17. kerület Egészséges Budapestért program új fejlesztéseként. Tehát azt azért valahonnan elő kellett szedni. És ugye a második kerülettől 6 milliárdot, tőlünk idézőjelben mondom, csak 430 millió forintot vett el az Egészséges Budapestért program keretében a kormány. De
december 31-én egy ilyen félmondattal, vagy amúgy törli a harmadik sor kettes bekezdését, tehát valami elképesztő, hogy még arra sem méltatnak minket, hogy egyáltalán levélben közöljék velünk azt, hogy elvették ezt a forrást. Képzeljük el, hogy vidéken, mondjuk ez pedig úgy megy, hogy Székesfehérvár és Győr két erős, tőkeerős önkormányzat, ők kapnak pénzt, Pécs pedig még most is vissza kell fizesse azt, amit a fideszes önkormányzat korábban fölvett, ugye még az önkormányzati választások előtt. Na de hát ezzel még egyszer nem a polgármesterek kerülnek, ugye ők is rossz helyzetbe kerülnek, nyilvánvalóan több a megoldandó feladat, de hát a lakosok kapnak kevesebb szolgáltatást, rosszabb minőségű szolgáltatást, vagy amit éppen megtehetnének, annál kevesebb szolgáltatást. Ugye ezzel ez a legnagyobb probléma. Hát a tájékoztatási kampányán indult, kérdés, hogy mennyire megy át az embereknek az üzenet. Mi mindent megteszünk ezért, hogy átmenjen ez az üzenet. Köszönjük szépen, hogy itt voltak, és velünk kezdték ezt a Köszönjük a meghívást.